Megteltek a tolnai római katolikus templom padsorai, karácsonyi dallamok töltötték be a falakat, ugyanis két év kényszerszünet után ismét együtt énekelt az Ad Libitum Kamara kórus. Az énekkart három éve vezényli Simon Péter karnagy. Két év pandémiás időszak után végre koncertezhetünk, és végre énekelhetünk közönség előtt, és ezt szerettük volna kihasználni. Augusztusban kezdtünk újra próbálni a hosszú kihagyás után igazándiból, és az volt az első cél, hogy advent idején egy koncertet tudjunk adni, és erre ma sor kerülhet szerencsére. Csonyi és adventi énekeket fogunk énekelni, a kapella és zongora kísérettel egyaránt, olyan karácsonyi műveket, amiket kórusműveket, amiket nagyjából már mindenki ismer a világon, nagyon népszerű egyházi énekeket, illetve a Puszt János Zeneiskola növendékei fognak közreműködni a műsorban nagy örömünkre. Tudom, hogy aki belekóstol, az nagyon meg tudja szeretni, mert egy csodálatos élmény egymás közelében közösen énekelni. Arra biztatok mindenkit, hogy aki szeret otthon énekelni, vagy bárhol, az próbálja ki velünk is, és meg fogja látni, hogy milyen csodálatos élményekkel lesz gazdagabb. Hát az éneklés önmagában már egy pozitív életélmény, tehát ez pozitív impulzusokat kelt az emberben, hogyha ezt meg falkában, közösségben teszük, akkor meg egy közösségi élményt is ad, és egy jó csapatnak a tagja lenni szerintem az öröm, és az mindenkinek jó. Az biztos, hogy egy kórusban való éneklés, vagy egy zenekarban való játék mindig csak pozitív élményekkel gazdagítja az embereket. Én ezért szorgalmazom, hogy minél többet vegyenek részt ilyen formációkban. Hogyha most reméljük, hogy vége van a pandémiának, és nem lesznek már ilyen megszorítások, akkor igen, akkor szeretnénk. De szeretnénk külföldre is menni, tehát már tavaly terveztünk egy olaszországi fesztivált, de sajnos nem jött össze, de most már majd belehúzunk. És aki szeret énekelni, és egyszer elkapta a gépszíj, hogy úgy mondjam, az ebből többet nem tud szabadulni. Hát ez csoda. Kórusban énekelni, ez csoda. Nekem gyerekkorom óta fontos része az életemnek. Én már zene óvodába is jártam. Egy híres Kodály tanítvány, a Kukas Klára volt a zene óvónéném, és akkor az ő javaslatára felvételiztem Szombathelyen a zenei általános iskolában, tehát úgyhogy gyakorlatilag az egész életemet végigkísérte a zene. Zongoráztam, sok kórusban énekeltem Szombathelyen, egy nemzetközi hírű zsönesz madrigálban, aztán a Szaváriainak együttesben, de itt Szekszárdon is, a pedagógus kórusban, egy fél évig a Gajardában is, úgyhogy sok-sok felé megfordultam.